köszöntök mindenkit, aki a Elegy Meets Mamü Fedő nevű sorozat első, azaz bemutatkozó akciójára jött el, aminek az alcíme 9 menet. Hát egyrészt el szeretném, csak annyit röviden el szeretnék mondani, hogy a Mamü Galéria már nagyon régóta létezik, és Korognai Zsolt barátom képzőművész, akivel nagyon régóta dolgozunk együtt, idén hát szinte felhívást eszközölt hozzám, hogy mi lenne, hogyha az Elegy is itt valamiket csinálna. Ezért kitaláltuk azt, hogy 2 havonta az adott hónap 3. csütörtökén este mindig egy akcióval, előadással mutatkozik meg az Elegyhez tartozó művésztábor. Az Elegy 2011-ben egy picit megváltoztatta a nevét, Elegy Független Művészek Közhasznú Egyesületévé alakultunk át. Korábban főleg táncművészeket, de most már zenészeket, pártolótagokat, kulturális menedzsert, hát táncosokat még mindig tömörítünk ebben az Elegyben. És fontosnak tartottam azt, én mint az Elegynek a művészeti vezetője, hogy picit aktivizáljam a fiatalabb generációt. És ezért arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezen az első megmutatkozáson az 5 új Elegytag megmérkőzne az 5 2012-es rezidensünkkel, tehát 10 fognak versengeni. A falon téma pedig 5 kis A4-es lapot kifüggesztettünk, amin információkat kaphattok az 5 rezidensről és az 5 új Elegytagról. És nem is szaporítanám tovább a szót, átadom Korognai Zsoltnak, aki pedig a Mamüt egy kicsit bemutatja nektek. Na, mindenkit üdvözlök, az Elegy társaságot itt a Mamü Galériában. Lassan már 20 éve működik a galéria, kortárs képzőművészet és egyéb eseményekkel, tánc, zene, több táncelőadás volt ez idő alatt, és most szeretnénk újból ezt a hagyományt egy kicsit felfrissíteni. Bocsánat, még annyit elmondanék, hogy az 5 új Elegytag fekete mezben fog játszani, és fehérben az 5 2012-es rezidensünk. És közben lehet sétálni, olvasgatni az információt, és mindig majd eredményt hirdetünk. És most Judité a szó. Jó estét, jó szokolás, kedves vendégét! Bár az eseményeket újtuk össze. A 4 új Elegy rezidens megmérkőzik az 5 új Elegytaggal. Legközelebb. Felkérlek egy nézőt, kifújzom egy kérdést. És a mai díjat felnézzem. Itt jelöljük a fekete, az Elegyes új tagok, hogy ki győzött. Egyelőre ő. Kérdés! Hogyan lehet rezidens programja egy olyan egyesületnek, amelynek nincs saját helye?
gondoltam. Hát szerintem úgy, hogy a rezident fogalmas, sem mindent jelenthet, és nem csak az, hogy egy helyre, ahol próbál az ember, hanem hogy segítjük egymást, információt cserélünk. Már négyek vagyok. Hát nézd meg! Ilyen utam a döntés volt, nem lehet minden. Ez ilyen volt. Mire keresed a választ? Honnan várod a választ? A másik kérdés a gyerek. Tőled várom a választ. És a másik díjunk pedig az, hogy május 24-én, azaz a következő Elegy-Meet Mamu eseményen, tietek az esemény, tehát ti találhatok ki valami programot, nem? Úgyhogy egyeztessetek Judittal is, aki a laptopba rejtezik most. És május 24-én, még egyszer mondom neked, május 24-én tietek a pálya itt a Mamiben. Gratulálok neked, és köszönöm, hogy velünk játszottak. Igen. Mit csináltam? Hát Mondjuk? Tényleg? Akkor miért a kis kevés?
siker, ez majd minden egy Tehát, amikor van az észmondás, akkor a